Újságíró a mikrofonok mögött. Az utóbbi napokban nem először, de most nem Magyarországon, hanem Ausztriában. Gergely Márton a Népszabadság főszerkesztő helyettese és több kollégája azért mentek el, hogy találkozzanak kiadójuk Bécsben élő tulajdonosával. Előtte osztrák újságíró kérdéseire válaszoltak. Sokan úgy érzik Magyarországon, hogy Orbán Viktorék most átléptek egy vörös vonalat, mondta a főszerkesztő helyettes németül, hozzátéve, hogy azt hitték, hogy már nem jöhet rosszabb, de most a Népszabadság bezárásával az emberek azt látják, hogy még mindig van lejjebb. Úgy látja, hogy a társadalom nagy része velük van, mert mindenki érzi, hogy a kormány túlment egy határon. A sajtótájékoztató után a Népszabadság több újságírója elment Heinrich Pecina irodájához, hogy tárgyaljanak vele. Személyesen nem találkozhattak a milliárdos üzletemberrel, mert nem jelezték előre érkezésüket, csak követeléseiket adhatták át a cég képviselőjének. Gergely Márton a találkozó után híradónknak azt mondta, azzal, hogy beengedték őket és átvették levelüket, Heinrich Pecina csak úgy tesz, mintha úriember lenne. Mindezek ellenére semmit nem hajlandó hozzátenni, hogy az ügyünk rendeződjön. Tehát ez egy olyan úriemberség, aminek csak és kizárólag a make-upja, csak és kizárólag a homlokzata van meg, egy Patyomkin falu. A levélben többek között azt követelték, hogy adjanak hihető magyarázatot arra, hogy miért függesztették fel Magyarország vezető politikai napilapját. A bécsi sajtótájékoztatóval egy időben Budapesten is szóba került a Népszabadság. Tarlós István főpolgármestert kérdezte híradónk, mit gondol a lap megszüntetéséről. Azt mondta, a lap sok esetben nem tette lehetővé, hogy reagáljanak egy róluk megjelent írásra. Mivel a Népszabadság minket, mármint a fővárost és engem személy szerint is sokszor és igazságtalanul bántott, ezért hazudnék, ha azt mondanám, hogy sírva fakadtam attól, ami történt, mert ez nem lenne igaz. Nem sokkal adásunk előtt az osztrák kancellár pártja, a szociáldemokraták frakcióvezetője is fogadta a Népszabadság újságíróit a bécsi parlamentben, hogy személyesen tájékozódjon a lap felfüggesztéséről.